A zarándoklás alkalom arra is, hogy mindenfélét megismerjünk a természetben, és a gomba ismeret is szerintem olyan fontos, mint hogy az ember tud úszni. Hát például, aki szereti a gombát, annak meg kell tanulnia ezeket a dolgokat. Én nekem óriási szerencsém volt, mert a nagyanyámmal nagyon sokat gombáztunk, és valahogy megmaradt az emlék. Most, amit mutatok, az a fenyőpereszke. Ez egy őszi gomba. Fenyő erdőben lehet csak találni, mert a fenyővel gyökér kapcsolt gomba ez. Másik neve rákízű pereszke. Mi a jellemzője? Szürkés, sugaras kalapja van, mindig fehér a lemeze, kicsit görbült a szára. A szára egyébként végesten végehető, nincsen bocskora, nincsen kalapja. Az illata egy nem túl erős pereszke illat, és tömegesen van, hogyha az ember rátalál. Össze lehet szedni belőle kilókat néhány 10 perc alatt. A fenyőpereszke, vagy másként rákízű pereszke az egyik legjobb és talán legizgalmasabb őszigomba. Így egészben meg lehet szárítani, ahogy mutattam. És hogyha utána beáztatod vízbe, utána még rántottat is tudsz belőle csinálni. A zarándoklás, az elvesztett természettudás és az elvesztett Isten kapcsolat útja lehet. Gyere! Hát, ha másért nem, gombázzunk az zarándoklaton.